ér Pestre. Benyámin Gyulán volt, gyulai mamánál, és most jönnek visszafelé, és a mamát elhozzuk egy éjszakára hozzánk. És csapunk egy nagy kirándulás, mert ugye ő Alföldön él, és nagyon szeretné látni a hegyeket, de szegényt soha nem vittük el sehová, úgyhogy most elfogjuk egy kicsit kirándulni, vinni. Masszájhegyre megyünk, utána elmegyünk Verőcére. Milyen halat szoktunk enni? Hekket? A Dunapartra. Azt akartam már tegnap, mama mondta, hogy menjek, de aztán mondtam még, hogy erre most nekem ne adjuk pénzt. Na, akkor ez most itt van. Ja. Lepontolódik. Ja. És Levente a driver. Konvojba belőle, mert előttünk is egy BMW-nél. És mögöttünk is? Hát nem, mi vagyunk az utolsók. Na jó. Még megy? Most fejezem be. Ja, jó. Már? Jaj, nem már roba! Ez komoly! Már! Mi van, te tanyasi? Elmentél tanyára. Szervusz, édesanyám! Szervusz! Szia! Szia, szia! No, meg volt az út? Mit vigyek? Vigye? Ezt viszem. Hoppá! Bírod? Miért nem bírnám? Bírjátok! Na milyen volt a tanyán, Benzsó? Jó! Tavaszi szünet a tanyán. Csak a végén! Jaj, de szép nadrágja van neki, azt a becsere! Mutasd, honnan? Mama, becsereg! Tíz perc, szokni! Ennyi zoknit sosem volt. Na, nem késett sokat. Csak behozta. Mi is az utolsó pillanatban értünk ide. Igen. 60-as szónázó vonag indul Szolnokra. 3 perc múlva. Benzsó, nem osztál tyúkot? Kacsár? Disznót neveltél? Nem. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személy... Igen. Erre van kost, ugye? Vagy nem erre kell kost felé? Nem. De, itt a Maszájhoz kell fölmenni. A díszcsapat. Ne filmezd azt, hogy filmezek. De! Az jó. Itt érdemes menni a Korocson megyet. Csak ki jön elérte. Szedd magad akciókat szoktak csinálni. Azt már nem vállalom. Anyujék mindig mennek ilyen szedd magad akciókra. Az mi? Hát, hogy odamész, leszeded, és lényegesen olcsóban kapod meg a gyümölcsnek kilóját, tudod? De nem szedik le neked, neked kell oda menni és leszedni. Leszedted, megmérik, és olcsón megkapod. Hát lopni is lehet itt. Mondjuk, nem. Hát anyám egyből lopni is lehet itt a meggyet. De már elhagytuk a meggyest. Tudj, hogy a rászkodós ott megy az. Szóval, akkor én leszek a egy kis elhagyatott. A vezetőre, igen. Szóval elhagyatott épületek. Annyira nem elhagyatott. Mert tulajdonképpen egy működő étteremben vagyunk. Igen. Na de, szóval. De ez itt mi? Hát ez itt tulajdonképpen a szállás része. A terasz kilátónak a szállása. Menj is ki, mert nagyon hó. Ott van, még nincsen, kész. Ott van anya, meg édesanyám. Illetve itt lehet kilátni a Dunakanyarra. Meg Vácra, meg Tahitótfalura. Illetve Hatférőhegy. De miért van ennyire sötét? Nem érsz, nincs egy villanykapcsoló. Mert még nincsen kész. Aha. Ja, itt a szigetelőanyag is, még nincs kész tényleg, még építik. És itt akartok bulizni hétvégén, vagy mikor? Igen. Egy fürdőkád. Opa, vigyázz! Jó. Opa, vigyázz! Cök Frank, ott van fönt a... Várja, hát, aki tudok lépni. Hoppá! Ki lehet lépni? Nézd csak oda! Ott van fönt a Nassájnak a teteje, a bánya. Az azért is rá... Hát oda már nem lehet fölmenni, mert az őrzött terület. Itt mi van lent, és ott mi van? És most hol? Mi van mi? Egyáltalán. Itt sétány. Frankó megcsinálták egyébként. Én ezt meg akarom majd nézni. Aha. Meg mi ez a kupola ott? Azt mondtad? Aha. Itt van lent. Most hát megkérdezzük, hogy meg lehet nézni. Na jó. Jó magasan vagyunk. Aha, hát ez itt teljesen nyitva, még jó, hogy nem szakadtam be. Ez teljesen nyitva van. Mondjad. Feltaláltam valamit. Ez nem más, mint a világítás, szóval... Ja, a telefonnal is lehet világítani, mi? Azaz. Na most nézzünk körbe. Tessék, erre. Oda, ide. Ott vannak az ágyak, oda néz. Igen. Ó, teljesen. Itt is van, megvan ágyazva. Hát akkor itt már lehet aludni, lehet jönni bulizni. Hálózák. Jól van. Levente, hol van? Itt vagy, Levente?
Lementél? Itt is itt van. Lementa, lementél? Ja. Lementa, lementa. Na menjünk. Mi is menjünk, igen. Hol az ajtó? Ez az ajtó? Aha, elvileg ez. Mondjuk kijövök itt egy pillanatra. Ja. Hát, ha nem szakadunk le. Aha. Innen jobb a kilátás. Igen? Hát mármint így rá a Dunára. Arra nem megyek. Most jöttem el, hogy én tudok világítani a telómmal. Na jó. Megyek lefelé. Nem, nem akarom, hogy ő ott. Tudod, ez én helyen, tudod, én akkor... Húsvét vasárnap a böjti időszak vége, most lehet látni. És hús teszünk. Hú, basztus, milyen szél az a jönk lesz. Ott lakik szembe a Vodi. Igen. Ott szembe, azon a nagy hegyen ott valahol. Itt meg a Lőrinc Marcel ebbe a faluba, aki láncfűtészeket javít, meg Trabanttal közlekedik. Ez fontos. Igen. Hogy Trabanttal közlekedik. Szereti a retro autót. Miért? A Vitának milyen autó? Na milyen? Igazi. 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 Én is hekket rendeltem savanyú uborkával, sót annyit nem kérek. Igen, finom. Oda mennek. Ugye finom. Most ilyen nyácsforgatós videó lesz egyébként a nézőknek. Ja, innen hazamegyünk, első dolgunk dámpörköltet enni. Slamb utca. Mi van a táskában? Hát azt tudnád, fiam? Lefotózzuk, mit teszünk, és kiteszünk a pénzünkre? Egyértelmű. Anélkül nem is tudnánk enni. Na végre. Ebédidő van. Na, most már lehet enni. 11 óra. Múlt. Valamiért. 3/4 koriskon lettek. Ha Facebookra nem rakod ki, hogy mit eszel, akkor tulajdonképpen nem is eszel. Az a villa, ez elszállt. Ez olyan, mint amikor Facebookon nem vagy fent, akkor igazából nem is tudod tenni. Nem létezel. Ugye? Annyira éhes vagyok. Na jó, étvágyat. Na, meg is érkeztünk itthonra. Kíváncsi vagyok, hogy édesanyám mit szól ahhoz a változáshoz, ami mindjárt a szem elé tárul, mert... Nagyon szép. Honnan tudod? Hát még nem is mentél be. Járdát látom. Ja, hát ezt anya csinált régebben. De te ezt még nem láttad, ezt a változást. Nem, ez nagyon szép. Ácsok most már itt tartanak, már lassan befejezik. Már csak a tetőnek a borítása kell, meg ide alulra a szigetelés. Szép lett itt minden. Ugye? Aha. Meg egy radiátor oda, meg a vakolás, aztán költözünk ki. Tudod, a nagy szobában majd nyugodtan. Nagyon, de... Ugh, micsoda kolbászszag még mindig. Festés lesz. Nem vesszük a pénzét. Ez lesz itt az én szobám. A cuccot. A hűtő még mindig a nagy szobában van. Na, nálam is. Hát nagyon jó. Kazánházat még nem is láttad, központi fűtésünk lesz. Cserépkályházást befejeztük, jó, meg a kandallózást. De azt a füstölt szalonna illatot érzed, nem? Aha. Ahogy belépsz ide, minden ruhának ugyanaz illata. Hát Istenem! Hát a fafűk is mi? Ja. Ilyen szabon? Ja. Nem baj. Nem is, az csak enni való legyen, de az van, hogy bemer most már. Majd én behozom kocsiból, maradj, vetkőzzetek le, pakoljatok le. Majd én behozom, úgy sincs semmi dolgom mindjárt. Begyújts csak, anya, vagy szellőztetünk, vagy mi? Nem, gyújts el be. Jó. Nem, hogy tönkre menjen ott a cucc. Hol? A táskába. Mondom, egy másodperc is behozom. Jó. Nagyon szép lett a kis konyha is. Ami szoba. Ez szoba. Ez szoba lesz, azt tudom. Már Benjamin mondta. Ja, innen költözünk kifele. Hát kész az új konyha, mindjárt bevakolják. Igen. Ablak fölmegy, festés, aztán kész. De nem veszitek ki a csempét. Nem, marad a cserépkályha. Marad a cserépkályha, csak most már, hát kint épült a kazánház. Igen, de jó, arany. Nagyon tetszik. Jó lesz. Jó, is van. Akkor bevonom, hogy a felcsinom a robbortól költözni. Tessék, menjél, Bencsokát, semmi nem azt tart vissza. Anyának a cuccait, igen, de téged semmi nem tart vissza, hogy a saját cuccaidat behozzad. De megyek.